tudtam, hogy nehéz lesz, de igazából ez nem nagyon érdekel. Tehát így önmagamnak csinálom. Én úgy gondolom, hogy ezek alapján nem is vonatkoznak rám szabályok, nem is nem érdekelnek a szabályok. Tehát nem tudok ezekkel nagyon foglalkozni. És mióta festesz? 28 éves korom óta festek igazából. Gyerekként is nagyon közel álltak hozzám ezek a dolgok, és mindig is imádtam rajzolni. De hát aztán fiatalként nem ebben az irányba indultam el. Teljesen más irányt vett az életem, és 28 éves koromban találkoztam újra a művészettel. Az élethelyzetbe kerültem, ami ez egy picit egy ilyen kapaszkodóként jött nálam. És újra elkezdtem így rajzolgatni a saját magam belső békéje miatt talán, vagy hogy megtaláljam a belső békémet, hogy nagyon zaklatott időszakom volt akkor. Gyakorlatilag szerintem ilyen terápiaként így épült be ez az egész a pszichémbe akkor. Úgy éreztem, hogy ezzel foglalkoznom kellett volna mindig is. És, de miután azt gondolom, hogy sohasem nem később elkezdeni és csinálni. És gyakorlatilag egy önképző módon próbáltam olyan ismereteket szerezni, amelyeknek a hiányában megrekedtem bizonyos szinteken az alkotással, de hát nem hagyott ez a dolog, tehát így annyira égett bennem az egész, hogy úgy voltam vele, hogy én ezt csinálni fogom, tehát én ezt innentől kezdve úgy éreztem, hogy én ezt nem tehetem le, én ezt akarom csinálni, nekem ez jó, nekem a pszichének erre szüksége van, és folyamatosan onnantól kezdve így beépült, egy szerves része lett az életemnek. Szerintem minden szabad pillanatában fest. Tehát legalábbis én gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiket mondjuk motorikusan csinál, akkor biztos, hogy benne közbe fest. Tehát hogy ez néha úgy néz ki, hogy ül a asztalnál, a konyha asztalnál, cigizget, vagy elcigizget, vagy még az se, és így látom, hogy dolgozik. Ugye ő azt mondja magára, hogy gondolati festő, ami annyiban igaz, hogy a téma, amit megfog, az mindig egy olyan gondolat, ami nyilván foglalkoztatja. Ami, hogyha író lenne, akkor arról írna könyvet. De ugye van valami téma, amit így megfog, és akár sorozatok formájában így előad. Ennyi szinten, erről az oldalról valóban gondolati festő, egy szerelem ez az egész, hogy még a ruhánk is mindenhol mindig festékes, és ezért is mindig csak mosolygunk, hogy jaj, tök jó, mindenem akril meg olaj, de hogy ez tök jó, mert szeretem. A kontrasztok útján megyek, kérdőjeleket helyezek el, és ez mindenben szeretem. Mindenhol megjelenik. És ebben is, hogy amikor kitalálok egy munkát, kitalálok egy képet, megtervezem, nagyon tuti megvan a képnek a kompozíciója, a vázlat, stb. És akkor utána elkezdek vele dolgozni, és egyáltalán nem félek elveszíteni. Szóval ilyen, sokszor van az, hogy gyakorlatilag eltűnik egy kép a vászorról, vagy éppen van már ott egy kettő. Teljesen mindegy, mert valahogy nem jutok be sehova. De vagy éppen egyszerűen megcsinálom, csak nem tudok vele áttörni valamilyen olyan pontot, ami nagyon nagy szükség lenne, és abban a pillanatban megválok tőle. Tehát egész egyszerűen így fölteszem a melót, és azt nem indítja el bennem azt, amit azt az egy valamit, amiért megcsináltam, akkor hajlandó vagyok az a sok-sok óra melót a munkába dobni. És akár újra kezdeni, vagy akár teljesen átgondolt, teljesen más témát magam elé venni. Miriam, így csinálom. Igazából. Pont ezek a nagyon-nagyon apró részletek, ezek, amik szerintem meghatározzák azt, hogy mi az, amit akarok áramoltatni azon a figurában. Tehát, hogy milyen érzés, éppen egy bánat, vagy éppen egy öröm, vagy egy cinikusság. Azt gondolom, hogy ezek a gesztusok, ezek megjelennek. Kontrasztok útján próbálok tekinteteket vezetni, egyfajta mondani való mesdjén. Biztos, hogy olyan mondani való foglalkoztat, ahol mindig vannak opciók.
próbálok belehelyezni egy opciót, egy olyan dolog, ami már, amit fogalmazunk úgy, hogy eleve elrendelt valami. Mert... úgy éppen mondjuk dogmatikus dolgokat akarsz feszegetni? Akár igen. Tehát akár igen, vissza akarok menni akár így az időben, vagy bármilyen olyan témákat elővenni, amik már úgymond be vannak vésődve, és ezeket egy kicsit így megfiszkálni. És azt mondani nekik, hogy elrejteni bennünk ugyanazt az opciót, ami kibontja ezeket a témákat ebből a bebetonozott valamiből. Beszélj egy kicsit az outsiderségről. Mi ez az outsiderség? Az outsiderség az gyakorlatilag egy ilyen formázatlan anyaghalmaz. Érted? És így megpróbálod évek alatt ezt így megcsinálni. És a végén az meg vár lesz belőle. Az, hogy ezt más művészek vagy művészkörök elfogadják azt, amit én csinálok, én ezt nem tudom, de nagyon nem is nagyon érdekel. Ez egy olyan harc, amit csak azt tud igazán megérteni, aki ugyanebben a cipőben járkál. Ugye ez egy önfejlesztés, és egy olyan mechanizmus, ami annak érthetetlen, aki nem ezt járja. Tehát nem fogja megérteni igazán. Semmelyik művész nem érti, aki olyan művész. Én nem is tartom annak művész. Egy alkotó vagyok, festek, mázolok, maszatolok azt, ami bentről jön. Én ezt élvezem. Ez egy olyan valamilyen plusz valami, amit nem kap meg más, aki művésznek tanul, bazd meg. Az nem kapja ezt meg. Na. Tehát egész egyszerűen azt kapja meg, aki prolén gyalogol a homokban, neki áll festeni, mint egy Kazán Kovács, bazd meg, azt lesz belőle valami. Tehát, hogy ez nem létezik, ez a kategória. Ez a kategória nincs. De hát miután nincs, így a szabályok sem vonatkoznak rá, úgyhogy hajd legyen szabad. Én már 20 éve ezen az úton vagyok, tehát én már el tudom mondani, hogy hova lehet ezzel eljutni, és én csak annyit tudok mondani, hogy csináljátok. Tehát ennyi. Mert hogy így le kell szabni mindent. Tehát így nyomni kell, csinálni, és kijön a végén, és saját magad belső megfejlődéséről van szó, a saját... Ez a saját utad. És ez így jó. És én már örülök, és én már boldog vagyok, hogy ezen vagyok. Ez kész. Nekem erről az jut eszembe, hogy... ha mondjuk nem is megyünk nagyon messzire, de mondjuk legalább mondjuk pár ezer éve létezik ez a dolog, hogy egy felületre, egy kenőeszközzel felviszünk festéket, és akkor ebből formák lesznek, nem tudom. Jó esetben mondani való. Az a másik. De hogy ennek vannak, tehát ez alatt a pár ezer év alatt így felgyülemlett annyi tapasztalat, mit tudom én, hogy ezt rendszerezzük, és ezt átadjuk azoknak, akik mondjuk ezzel akarnak foglalkozni. Az lehet egyébként, hogy egy rossz intézményrendszer, vagy egy rossz tanár, az mondjuk a saját ízlését kéri számon a diákokon, és ez elviszi őket egy rossz irányba. De nekem folyamatosan az jut eszembe, hogy én kimaradok valamiből, hogy ők őriznek valami tudást, aminek ha én a birtokában lennék, akkor én ettől jobban tudnék festeni, vagy mit tudom én. Hát erre én azt tudom mondani, hogy összeszedhető ez a tudás. Tehát ez persze kell mester, kell egy információ, kell egy könyvek, és kell egy bizonyos akarat ahhoz, hogy megtanuld azt, ami segít. A felé, hogy ugye itt abban maradunk, hogy megtaláld a saját stílusodat, tehát nyilván a saját magadon belül legyél a legjobb, de technikai tudást azt rengeteget kell tanulni hozzá. És itt van a sok elrontott vászon. Rengeteget kell, mondom. Abszolút ez így van, ez tényleg így van. Mondjuk... ezeket vannak bizonyos dolgok, amiket tényleg tudnod kell, tehát azért ezt így nem dobhatjuk ki. Tényleg hozzátartozik. Csak hogy mondjam, tehát hogy mégis a túl, ha túltolják, akkor elvesz belőle. Tehát nem? Tehát
mondom, ezek a blokkok, az biztos, hogy nincs jó hatással egy művészre. Hogyha van egy koncepció, van egy belső koncepció, akkor tök eltérhetsz bármilyen szabálytól. Mert a koncepciód az. Ha az a koncepciód, hogy eltér a szabálytól, akkor az a koncepció. Akkor lesz jó.